Írakönyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg Kamilla Semsi Istent a kőben című könyve. A regényről a kiadó főszerkesztőjét, Moldova Júliát hallják. A szerző egy fiatal nő, azon ritka kivételek közé tartozik, aki teljesen a női értelmiségi közegbe született bele Pakisztánba. Angliába költözött, és angolul ír, a modern nyugaton élő keleti nő. A Tarandusz kiadónál most megjelent könyve az Istent a kőben című. Miről szól ez a regény? A regény két szálon fut, a főhőssel az első világháború kitörésekor találkozunk. Vivian Spencer egy ásatáson szerelembe esik egy török régésszel, de a háború elszakítja őket egymástól, és amikor a szerelme meghal, akkor ő Pakisztánba költözik, hogy egy régészeti rejtélynek eredjen a nyomába, ahol találkozik másik szálunk egyik szereplőjével. A másik szál a gyarmati hadseregben szolgáló pakisztáni származású Kajam, és az ő öccse fogadja lótifuti gyerekként Vivian a pályaudvaron, és víz a nyakába veszi a feladatot, hogy ezt a kisfiút a helyi múzeum régészének képezze ki. Egy több száz oldalas, elgondolkodtató utazás ez abban, hogy ahogy mi látjuk, az pont csak az egyik oldala, és nézzük meg, hogy vajon aki a másik oldalról néz, az mit láthat. Hogy aki a gyarmati hadseregben harcol Angliáért, és őszintén hit benne, az pontosan ugyanaz a figura, aki az angolokkal szembeni függetlenségért fog később harcolni. És nem ő változott meg, hanem a világ változik körülötte. Moldova Júliát, a Kamilla Semsi Istent a kőben című könyvét megjelentető Tarandusz kiadó főszerkesztőjét hallották.